táncházba ismerkedni járnak az emberek. Úgy indult. Aki még nem volt táncházban, én annak általában azt szoktam mondani, hogy egy népi diszkó, hogy szól alatta a zene, van egy DJ fönt, és az DJ az mi vagyunk, a zenekar. Buli, ennyi a lényege. A Magyar Zeneház előtt vagyunk, és a Sarjú zenekarral fogunk egy táncházat tartani, ahol ők fognak muzsikálni, és én pedig táncot tanítani a kedvesemmel. Ahogy én tervezem, mindenki egy nagy közösségi néptánc élménnyel fog hazatérni. Valaki jön figyelni, valaki meg be is áll táncolni. Minden hónapban szoktunk ilyeneket tartani a Fonó Budai Zeneházban, a kamasz táncházak, és mindig jó bulit csapunk. Itt is ez a cél. Olyan táncházi slágerekkel készültünk a mai nap, ami a legkisebbektől akár a legnagyobbakig élvezhető. Itt akár mondjuk, hogyha valaki eljön a gyermekeivel, vagy akár a szüleivel, akkor fogja tudni ő is élvezni. Az is elmehet táncházba, aki soha nem hallott még népzenét, mert amúgy szerintem bevonza az embereket. Én alapvetően nagyon hiszek a néptánc közösségteremtő és közösségépítő erejében. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan ősi dolog, ami már gyerekkortól kezdve folyamatosan az ember kezdi megtanulni, hogy ez valóban a sajátja. Egy idő után azok a dallamok, gondolatok, mozdulatok összeérnek a múlt a jelennel, és ezáltal az ember saját önkifejezését is meg tudja élni. Itt a Magyar Zeneházában tökéletes az akusztika. És a hangosítás is mindig. A hangosítás zseniális. Úgyhogy nagyon, nagyon könnyű itt zenélni, főleg tánc alá. És nagyon élvezünk mindig itt zenélni, mert mindig stengbe vagyunk, ha mondhatom azt. A táncházak általában olyan helyeket szoktak lenni, ahol meg tudnak valósulni. Tehát ez inkább ilyen kisebb vendéglátóipari egységek, vagy esetleg ami ilyen nagyobb állandó helyszín, az a Fonó. Azért nagyon jó, hogy most itt lehetünk, mert nagyon ritka az, hogy a szabad ég alatt lehet táncházat tartani, és erre nagyon jó, hogy a Magyar Zeneháza lehetőséget ad. És ami nagyon fontos, hogy egyébként ez a rendezvény ez teljesen ingyenes, tehát aki is szeretne jönni és részt venni, az bármikor becsatlakozhat, nem fognak elfogyni a jegyek. Most kvartettként jelenünk meg. Ez az előjáték az előcsengésnek annak, hogy amúgy szeptember 12-én itt koncertet is fogunk adni. Úgyhogy ez csak ilyen ízelítő ma este, aztán majd 12-én lesz a koncert. A Sarjusokkal sokszor dolgoztunk együtt, mivel az anyaegyüttesünk, az Angyalföldi Vadrúzsa Táncegyüttes, benne kezdtek el ők is nevelkedni, amikor Magyarországra költöztek, ugye New Jersey-ből. Ennek a kapcsolatnak a révén egyébként a tavalyi évünket azt mi is kintöltöttük New Jersey-be, úgyhogy mi pedig az ő anyaegyüttesükhöz mentünk vissza tanítani, és innen ismerjük egymást. Több műsorban is táncoltunk, zenéltünk együtt. Régi a kapcsolat. A következő hónapokban még kétszer is leszünk itt a kedvesemmel. Egyszer egy diaszpóra zenekarral lesz, akik New Jersey-ből származnak, a tavalyi évünket töltöttük. Ők a Facer Banda, ők augusztus 1-én fognak itt koncertet adni, és mi fogjuk tartani a táncházat, illetve szeptember közepén, szeptember 20-án lesz egy másik koncert, amit szintén a Sarjú Bandával fogunk tartani.